Tóda Bencével kezdünk, tehát a Párbeszéd zöldek társelnökével, országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk, és mai vendégkérdezőnk Rácz Gergő, szervusz! Jó reggelt! Újságíró, azért a titulus se felejtsem el, tiéd az első kérdés lehetőség. Köszönöm szépen a lehetőséget. A felvezetőben már lehetett hallani arról, hogy mi az, amiben konkrétan akarna nyilatkozni. Egy kicsit makrósabb szempontból közelíteném meg ezt a dolgot. Most már megtudtuk a augusztusi ipari adatnak a részletességét is, ami visszaesést mutat, viszont az autóiparnak a felívelését is mutatja. Tudjuk azt, hogy a infláció is jó eséllyel tendenciózusan átment egy csökkenő pályára, amit szeretne a kormányzat és a jegybank is elérni. Ennek megfelelően kérdezem, hogy jövőre lesz-e ténylegesen 4%-os növekedés ebbe a gazdaságba? Kérdezem ezt azért, mert legutoljára pont arról beszélgettünk ezen a platformon, hogy önök szerint nem feltétlenül kell növekedés. Így van, jó reggelt kívánok még egyszer. Ezzel szerettem volna egyébként is kezdeni, hogy mi zöldek, nagyon azt nézzük most már, hogy milyen növekedés a növekedés, kinek van ebből haszna és kinek nincs, milyen környezetkárosítással vagy éppen a társadalom különböző csoportjainak milyen sérelmeivel, veszteségeivel jár együtt egy esetleges növekedés, vagy egyelőre ugye még egy recesszió, amiről aktuálisan beszélhetünk. Tehát lehet, hogy az idei súlyos gazdasági visszaesés után jövőre lesz valami ehhez képest viszonyított előrelépés, és tulajdonképpen mindegy, hogy ez 2,5%, 3 vagy 4, mert az a nagy kérdés, hogy mi a szerkezet ennek, és ahogy mondta, hogyha az autóiparra, hogyha az akkumulátoriparra, hogyha a súlyosan veszélyes környezetszennyező, vagy éppen hosszú távon gazdaságilag is zsákutcás iparágakra épül ez a növekedés, hogyha feléli azokat az erőforrásokat, amiket 5-10-20 év múlva már semmilyen módon nem lehet pótolni, akkor ez biztos, hogy nem járul hozzá a magyar emberek életminőségének a javulásához, úgyhogy innentől kezdve lehet a GDP-vel bűvészkedni, és láttuk, hogy a kormánynak nagyon fontosak a GDP számok, ugye a KSH-ból is eltávolították azt a szakembert, aki utoljára egy kellemetlen GDP adatot publikált. Évtizedes munkájára nem volt kifogás, de most mégis valahogy újakkal kellett feltölteni azt az osztályt. Szóval, hogy értjük, hogy ezek a jól lobogtatható számok nagyon fontosak a kormánynak, de szerintem sokkal kevésbé fontosak az embereknek. Többet érdemes beszélni akár az egyfőre jutó jövedelemről, akár arról, hogy mi a reálbér, a reál jövedelem szintje, tehát hogy a fizetések, a nyugdíjak mennyit veszítettek a vásárlóerejükből az elmúlt egy évben, másfél évben. És ezek mind olyan kérdések, amikről nem nagyon szívesen beszél sem Orbán Viktor, se Varga Mihály, se Nagy Márton, se senki a kormányból. Az aktuális kérdések helyett mindig arról beszélnek, hogy a fényes jövő az áll előttünk, már csak egy kicsit kell kibírni, mindjárt odaérünk, és mindjárt mindenkinek nagyon jó lesz, sőt 2030-ra még annál is sokkal jobb lesz. Biztos pusztulatba vezet minket az, hogy eléggé kiemelt szegmense lesz az akkumulátor gyártás, akkumulátor alkatrészek gyártása ebbe az iparba? Kérdem ezt azért, mert ezek alapvetően nemzetközi sztenderdek mentén működő gyárak lesznek minden bizonnyal, ott pedig eléggé elterjedt, vagy talán elterjedőben lévő nézet az, hogy a nyersanyagokat, akár a nehézfémeket, aminek a környezetkárosító hatásáról, ha jól értem, ön is beszél, újra lehet hasznosítani, és újra is hasznosítják, sőt, talán még kifizetődőbb is. Ugye nem is a sztenderdekkel van a baj, hanem azoknak a betartása, vagy be nem tartása, mondjuk a Gödi gyár esetében, hogy kifogásolnak, ugye? Így van, pontosan erről van szó, hogy elvileg nagyon szépek a sztenderdek, gyakorlatilag az ellenőrzés az nagyon halovány, és az a baj, hogy most már a jogszabályokat is ehhez a halovány gyakorlathoz igazítják. Tehát az például, hogy a Gödi gyárváros, mert most már egy 4 négyzetkilométeres területen elnyúló elképesztő ipari komplexumról beszélünk, hogy ez úgy működhet 5 éven keresztül, hogy nincsen egységes környezethasználati engedélye, és kiderül a most elkészítés alatt lévő dokumentumból, hogy például a felszín alatti vízbázisoknak a sérülését egyáltalán semmilyen modellezés nem készül ezzel kapcsolatban, kiderül, hogy nem akarják rendszerbe állítani azokat a monitoring kutakat, ami a talajvíznek a minőségét mérni, anélkül is kiadnák ezt az engedélyt. Kiderül, hogy semmilyen intézkedési terv nincsen a zajhatárértékek mérésére vagy betartására. Kiderül az, hogy a levegőszennyezés, ezenből az NMP szennyezés megint csak nem mért, vagy legalábbis miután nincs határértéke, miközben toxikus anyagnak minősül, nem foglalkoznak vele, sőt kiderül az is, hogy ezt a gyakorlatot folytatják, amit eddig, hogy nem a folyamatosan bővített üzemnek a végleges állapotára, a már fejlesztés alatt lévő részeket is beleszámítva teszik közzé, vagy
állítják elő ezt a környezetvédelmi hatástanulmányt végső soron, hanem az aktuálisan működő, sokkal korlátosabb részre. Tehát ez egy rossz vicc, ami Magyarországon környezetvédelmi címszóval történik, és hogyha azt gondolnánk, hogy a Gödi gyár az éppen elég elrettentő példa, akkor látjuk, hogy tévedünk, hiszen Soroksáron egy másfélszer vagy majdnem kétszer akkora területen készülnek, ki tudja mire, lehet, hogy megint hasonló veszélyes vegyi üzemekre, akkumulátorgyárakra, de akár ha csak logisztikai bázisok kedvéért betonoznak le Budapest határában újabb hatalmas termőterületeket, értékes természeti kincseket, lápokat, réteket, erdőket, akkor szerintem nem kell magyarázni 2023-ban már senkinek, hogy ez milyen veszteséget jelent. Mindjárt kitérünk erre is, de még egy pillanatig maradjunk a Gödi gyárnál, mert hogy a kollégája ugye megfogalmazott egy nagyon sarkalatos álláspontot ezzel, ennek egy jelentős része az, amit most ön is elmondott, a másik része pedig az, hogy ugye ez a gyár, idézem, hogy pontos legyek, folyamatosan megtévesztette a hatóságukat, hamis információkat terjesztett, a hatóság pedig vétkes hanyagságból nem ellenőrizte megfelelően a gyárat. Szóval, hogyha egy folyamatosan üzemelő cég konzekvensen megtéveszti a hatóságot, az, ha ki is derül, mert ezek szerint kiderült, hogy nincsen egy súlyosabb következménye, és jár együtt például részleges vagy teljes bezárással, legalábbis addig, amíg az ellenőrzés le nem zajlik. Való igaz, ez a leglényege annak, amit Jávor Benedek és a Zöldek egy tulajdonképpen egy ilyen hozzáfűzött véleményben ehhez a több száz oldalas környezethasználati engedélyhez csatolt, hogy lehetséges az, hogy aki átveri a hatóságokat, az vidáman üzemelhet tovább. Itt konkrétan a kazánokkal kapcsolatban derült ki az, hogy több mint háromszor akkora kapacitással működnek, és hát ez egy viszonylag egyszerű ellenőrzés keretében kideríthető, hogy ez ekkorácska kazán, vagy egy ekkorácska kazán, most nyilván sokszoros a tényleges méret. De hát pontosan tudjuk, hogy az a politikai hátszél, ami a Gödi Samsung SDI mögött van, ami dagasztja a vitorlájukat, az sokkal erősebb annál, mint hogy a szabályokat be kéne tartaniuk. Nagyon jól hangzik az a mondat, hogy aki Magyarországra jön, annak be kell tartani a törvényeinket, csak ez láthatólag nem mindenkire vonatkozik. A hatóságok félrenéznek, elsimítják a stiklieiket, sőt, ugye láttuk, hogy külön törvényt írtak a Samsungra, tehát amikor Gödön még független vezetés volt az önkormányzatban, és számon kértek volna a lakosság érdekében mondjuk ilyen apróságokat, hogy tartsák be a határértékeket, vagy egyáltalán legyenek mérések erre vonatkozólag, akkor kaptak egy törvényt, hogy különleges gazdasági övezet, ami mostantól akkor nem is Göd városához tartozik, hanem Pest megyéhez, aminek egy nagyon kezes, fideszes önkormányzata van, és azóta ugye láttuk, hogy például a közmeghallgatás is olyan a Gödi gyárral kapcsolatban, hogy oda a közt nem kell beengedni, tehát véletlenül sem számíthatnak élőben kellemetlen kérdésekre, vagy feszült a megjelenet. De akkor magyarán jól értettem, hogy a törvények azok jelenleg védik azt a határérték szintet, vagy bármilyen jogszabályt, amit ők egyébként megsértenének. Tehát, hogyha van egy törvény, van egy jogszabály, amit ők célszerűen be kéne, hogy tartsanak, viszont kiderül nyilvánvalóan, hogy nem tartják be, akkor a törvény ez alól nem tudja mentesíteni. Nem, sőt a törvény egyébként kimondja, hogy fel lehet függeszteni a működési engedélyüket. Jávor Benedek pontosan erről írt, hogy ezt kellene tenni, tehát amíg megnyugtatóan nem rendezik az engedélyeket, amíg jogszerűtlenül és környezetre, a ott élő emberek egészségére veszélyesen működik ez az üzem, addig ne lehessen működtetni, és erre a vonatkozó kormányrendelet az lehetőséget biztosít. Kinek kéne megtennie? Hát a hatóságnak ugye, ami szintén a kormányhivatal alá van rendelve, tehát az, hogy a környezetvédelmi hatóságok rendszerét 2010 óta szisztematikusan leépítették, elvonták a függetlenségüket, megszabadultak nagyon sok ott dolgozó jó szakembertől, és végül besorolták az egyértelműen kimondottan politikai irányítás alatt álló kormányhivatalok alá, vagy azok részévé tették, hát ez legalábbis nem segíti azt a megnyugtató, ellenőrző munkát, és ezen keresztül a hatóságokba vetett társadalmi bizalmat, ami szerintem az alapja lehetne annak, hogy egy normális országban ilyen jelentős környezeti hatásokkal rendelkező üzemek egyáltalán felépülhessenek és működhessenek. Nincs is olyan helyzet, amikor egy gazdasági érdek ez diktálja, mert akár ezeknél az üzemeknél, hogyha belegondolunk, munkahelyeket teremt, megélhetést teremt. Ha ön abban a helyzetben lenne, akkor teljesen egyenlő, szigorú feltételeket tenne, vagy teljesen elvetni azt a lehetőséget, hogyha van egy gazdasági érdek az egyik serpenyőjében a mérlegnek, versus az, hogy teljes egyenlőség legyen, vagy akár a környezetvédelem, akkor a gazdasági érdek és a társadalmi előre lépés mellett tegye le a voksát.
Ez mindig egy valid kérdés. Az elmúlt években Magyarországon mondjuk sokkal inkább azzal szembesültünk, hogy munkaerő hiány van. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor arról beszélt, hogy a következő években 4-500 ezer vendégmunkást kell behozni ahhoz, hogy az ide települő ipari üzemeknek a munkaerő igényét kielégítse. Ezzel nagyon sok probléma van. Egyrészt az, hogy van még a magyar gazdaságban, vagy ha úgy tetszik, sokkal inkább a társadalomban egy munkaerő tartalék, olyan emberek, akik akár a képzettségük, akár a földrajzi helyzetük, a mobilitás hiány okán nem tudnak méltó munkához jutni. És a másik kérdés pedig az, hogy milyen gazdaságfejlesztést képzelünk el, milyen léptékben érdemes gondolkozni, biztos-e, hogy ilyen gyárvárosokat, ilyen gigaüzemeket érdemes telepíteni, vagy sokkal inkább egy emberléptékű, egyébként sokszor magasabb hozzáadott értékű és mindenképpen biztonságosabb gazdasági egységekre épülő fejlődést kéne megvalósítani. Ugye a magyar gazdaságnak a szerkezete az egyre inkább duális, tehát van egy magas termelékenységű, főleg exportra termelő és jellemzően külföldi tulajdonban álló multinacionális cégek által dominált szféra, és van a magyar kis középvállalkozásoknak az a része, amely egyébként a foglalkoztatottságnak a kétharmadát, 70%-át biztosítja, csak sokkal alacsonyabb hozzáadott értékkel teszi mindezt, és alacsonyabb béreket is tud fizetni, és itt és ezt a kettészakítottságot a magyar gazdaságpolitika az elmúlt másfél évtizedben biztos, hogy nem kezelte, vagy nem jól kezelte. Amikor azt látjuk, hogy egy-egy ilyen akugyár vagy más nagy beruházás esetén sok 10 millió forint az egy új munkahelyre eső támogatásnak az értéke, akkor magyar kisvállalkozók hát erősen feszülten kaparják a fejüket, hogy ennyi pénzből ők hány állást tudnának létrehozni, annak milyen tovaterjedő hatása lenne, hiszen például az akkumulátorgyárak az az egyik probléma, hogy nem integrálódnak szervesen a magyar gazdaság szerkezetében, nagyon kevés beszállítóra van szükségük, nagyon kevés tovagyűrűző pozitív hatás van, tehát egészen más gazdaságfejlesztésre volna szükség. Mi zöldek azt mondjuk, hogy egy ilyen emberközpontú, jövőorientált gazdaságfejlesztést kellene megvalósítani, ahol nem az a kérdés, hogy hány gigawattot állítunk elő, sőt, még talán nem is az elsősorban, hogy mennyi GDP-t, hanem az, hogy az embereknek ebből mennyi jut, és milyen életminőséget garantál. Nem szeretnék olcsó párhuzamot vonni, de most az ön építkezések esetében most már sokatszor került elítékre. Mit gondol, hogy az-e a probléma, hogy ott viszont nem néztek félre a hatóságok, vagy túlságosan is szigorúan kezelik az ön kérdését, vagy pedig az, hogy ekkorácska ért, ekkorácska lőtt az ingatlan? A hatóságok kimondták, hogy a házunk az pontosan akkora ott van, és úgy néz ki, amilyen a terveken kellett, hogy szerepeljen. Az, hogy 2017-ben megvolt a véleményük erről, akkor még mindent rendben találtak. Tehát amikor beadtuk a teljes dokumentációt, akkor a kormányhivatal, ami az építéshatósági feladatokat is ellátja, az azt mondta, hogy persze, hajrá, mehet nyugodtan. És hát aztán 2022-ben valahogy megváltozott a véleményük. Erről nem minket kellene kérdezni, hanem őket, de viszonylag egyszerű a válasz. Ezt a kormányhivatalt, ezt Sára Botond vezeti, aki egy fideszes politikus, akivel a választási kampányban elég csúnyán összekülönböztem. Visel dolgai okán, épp kormányhivatal vezetőként tulajdonképpen bűnsegédi tényállásokat követett el a gyanú szerint, és hát az is igaz, hogy Orbán Viktornál is kihúztam a gyufát, tehát akkor indult ellenünk egy hatalmas lejárató kampány, miután Orbán Viktor családjának vagyonosodását firtattam a parlamentben, és akkor meg is mondta, hogy amilyen az adjonisten, olyan lesz a fogadjisten, és hogy arra számít csak, amit én nekik kívánok. Azt nem tudom, hogy honnan tudja, hogy én mit kívánok nekik, de lehet, hogy közel jár hozzá, mert elég sok kellemetlenséget kívánnék, ehelyett minket ér kellemetlenség, de ami ennél rosszabb, és nem csak személyes szintű, hogy most már ugye a bíróságok függetlensége is megkérdőjeleződik, és nem az én ügyemen keresztül, hanem ugye azért nem kapunk uniós pénzeket, egyebek mellett az egyik szupermérföldkő az az igazságszolgáltatás függetlenségének a helyreállítása lenne, ezen belül az egyik tétel az ügyelosztás átláthatósága. Most az én ügyemet például egy olyan bíró kapta, aki előtte, hogy bírónak állt volna, 6 éven keresztül egy később korrupciós ügyekbe keveredett államtitkárnak volt a jobb keze, a titkárság vezetője, viszonylag gyorsan, fiatalon előléptették főosztályvezetővé is, tehát befutott egy Fidesz minisztériumban egy szép karriert, majd átnyergelt bíróvá, megkapta a politikailag kényes ügyet, és szállította azt az ítéletet, amit nyilvánvalóan vártak. Tudod, nem véletlenül került hozzá az ön ügye? Hát erről szól a jogállamisági jelentésnek a legfrissebb verziója, tehát az Európai Bizottság is azt mondja, hogy felmerül a gyanú, hogy bizonyos ügyek nem véletlenül kerülnek bizonyos bírákhoz, és innentől kezdve, miközben a bírák túlnyomó többsége nagyon tisztességes és tényleg a szakmai meggyőződését követi, jellemzően a közigazgatási ügyekben, amik
ugye az állammal és a hatóságaival szembeni ügyek jellemzően, ott hát különös gondot fordítanak arra, hogy megbízható kezekben legyen az ítélkezés. Korábban ugye külön közigazgatási bíráskodást akartak kialakítani elkülönített intézményrendszerrel, erre nagyon durván beszóltak az Unióból, akkor kivételesen visszakozott a Fidesz. Konkrét az ön ügyében most, hogy ezt megtudják. Csak mert mindjárt lejár az időnk, mit tervez? Elfogadja a bíróság döntését, fellebbez, vagy hogyan tovább? Természetesen megyünk tovább, megtámadjuk, bár őszintén szólva a kúriától sem remélünk nagyon sok jót, mint ahogy az Alkotmánybíróság, és lassan a bíróságok minden szintje meg van fertőzve politikával. Magyarországon nem biztos, hogy egy ellenzéki politikus igazságos ítéletre számíthat még egyáltalán. Tóth Bence, köszönjük szépen, hogy itt voltunk ma reggel. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen, és köszönjük Rácz Gergőnek is. Köszönöm szépen. Köszönjük.